Jó estét kívánok! Vajon továbbíthatóak lesznek-e az állambiztonsági, nemzetbiztonsági szolgálatok részére az állami ösztöndíjas hallgatók adatai, mégpedig feltételek nélkül? Eredetileg a bíróságnak, hatóságoknak, államigazgatási szerveknek csak úgy adnak ki a jövőben adatokat, hogy konkrét ügy eldöntéséhez erre szükség van. Hogy lesz ez vajon? Tóth Fruzsina Márta, a hallgatói hálózat tagja a vendégem. Jó estét kívánok! Mit tudnak erről? Erről mindössze annyit tudunk, hogy amit le is írtak, hogy az állami ösztöndíjas hallgatók adatait kiadják a nemzetbiztonsági szolgálatoknak, hogy ugye aláírják a hallgatói szerződést, tehát kötelezettségük van a magyar állam felé mégpedig, vagy az itthon való munka, vagy pedig a képzési költségnek a visszafizetése külföldről, és ugye ennek ez lenne az oka. De szerintem igazából nem is ez a lényeg, hogy kiadják-e az adatokat, vagy sem, hiszen ugye meghoztak egy intézkedést, bevezettek, majd hónapokkal később elkezdenek azon gondolkodni, hogy ezt hogy is lehetne majd betartani, ezúton is szeretnék ehhez a módszerhez gratulálni. A lényeg sokkal inkább maga a hallgatói szerződés, hogy szükséges ez vagy sem. Egyértelmű, hogy nem. Még hogy szükséges-e vagy sem? Még mindig itt tartunk, ugyanis az utóbbi időben, az elmúlt hónapokban egyértelművé vált, hogy a hallgatói szerződés kontraproduktív. Az lenne a célja, hogy megakadályozza a fiatalok elvándorlását Magyarországról. Ehhez képest... Ez lesz a célja. Nem, én is aláírtam, szóval ez lenne maga a célja, tehát ez már egy bevezetett dolog, ez már működik, de nem ez az eredménye. Az az eredménye, hogy az elit gimnáziumokból a végzősök nagy része külföldre jelentkezik. Ez több iskolában, a végzősök 30%-a, ilyen például a Fazekas Mihály gimnázium, az ELTE Radnóti gimnáziuma. Tehát nem, hogy megállítaná, hanem előre is hozza a kivándorlás, méghozzá 18 éves korra, akik ugye már külföldön tervezik meg az életüket. Az biztos, hogy az már tény, hogy a felsőoktatásban lényegesen kevesebben jelentkeztek, mint korábban. 95 ezeren. Tehát ez egyértelműen kontraproduktív, és ez azt mutatja, hogy a hallgatói szerződésnek valójában nincs értelme, hogyha valóban ez lenne a cél. Ugyanakkor a felsőoktatási kerekasztal holnap ülésezik utoljára, tehát még mindaz, amit most elmond, az hogyan tudja befolyásolni a történéseket? Reményeim szerint a kormány észhez tér és észreveszi, hogyha valóban ez a célja az, hogy a fiatal értelmiség, a fiatal pályakezdők, a fiatal diplomások itthon maradjanak, akkor ez nem a megoldás, hiszen tehát most, hogy ugye kiadják az adatokat, követik a friss végzetteket, hogy külföldről is visszafizessék a pénzt, valóban lehet, hogy vissza tudják fizetni majd a külföldi fizetésükből azt a néhány millió forintot, de attól még nincsenek itthon, nem itthon alapítanak családot, nem itt dolgoznak, és nem itthon építik a kultúrát. A diploma értéke nem csak a képzés költsége, hanem annál sokkal több, hiszen társadalmi hasznot is hajt, és igazából a gazdasági fejlődés és a diplomások száma között is összefüggéseket mutatnak ki a közgazdászok. Tehát ha valóban ez a cél, akkor nem ezt kell csinálni, mert az elvándorlás csak egy tünet, méghozzá a fiatalok nagyon alacsony munkanélkülisége miatt, illetve a közalkalmazotti bérek nagyon alacsony mértéke miatt mennek ki a fiatalok, például az orvosok, hogyha De ezt most megnézzük. Megkérdezném Öntől, hogy akkor mi lenne a helyes megoldás, akkor itt ülnék még éjfélkor is, hiszen összetett gazdaság és társadalom. Tudok-e egy választ mondani például? Igen. Indítsanak olyan programokat, amik támogatják a fiatal pályakezdőket, ez az Európai Uniónak is az egyik célkitűzése, amit Magyarország is vállalt, illetve amennyiben lehetséges, akkor emeljék a közalkalmazotti béreket, akár differenciáltan is. A pedagógusok és az orvosok bérei nagyon alacsonyak, viszont annyira fontos szakmák, amik nélkül egy ország egész egyszerűen nem működhet. Ugyanakkor az előbb, amit akartam mondani, az, hogy olyan bonyolult, összetett gazdasági, társadalompolitikai folyamatokat kellene fölvázolnia, hiszen ez mindennel összefügg, ami nem váltja ki azt, hogy van egy nyilatkozat, van egy szerződés, amit alá kell írni. De ez a nyilatkozat, ez a szerződés semmire nem jó, sőt, még ront is a helyzeten sem, hogy javítana. Nagyon sok minden kimaradt, nagyon sok javaslatuk a megállapodásból. Ha most ezt a konkrét dolgot nézzük, amit alá kell írni, amiben meg kell állapodni. A munkaviszony idejébe be fog számítani a diák munka, a felsőoktatási tanulmányok előtt megkezdett munka, a szakmai gyakorlat ideje, a doktorunduszi idő, ami nagyon fontos azoknak, akik külföldön is tanulnak. Melyik a legfontosabb azokból, amik kimaradtak a javaslataikból, amit még szeretnének benne látni?
Szerintem a részletekről beszélgetni egészen egyszerűen nincs értelme. Maga az egész intézmény a probléma. Tehát ezt észre kellene végre venni, hogy nem a részletekben rejlik a lényeg. Nem az a lényeg, hogy mennyit kell itthon dolgozni, nem az a lényeg, hogy mit számítanak bele. Az egész hallgatói szerződés fölösleges, sőt, ront is a magyar helyzetet. De ha én most azt mondom önnek, hogy egyetértek ezzel, akkor ezen kívül miről tudunk beszélgetni, hiszen meg lesz a döntés, és az egyetlen esélyük, hogy a részleteken módosítsanak. Mindezt felrúgni van még lehetőség visszacsinálni? Mindenre van lehetőség. Alaptörvényt is lehet módosítani, akár 6-szor is egy évben. Erre miért ne lehetne lehetőség? A felsőoktatási törvényt is át lehet írni, mindent lehet módosítani, úgy tűnik. Tehát akkor miért ne egy olyan módosítást vezetnénk be, ami még hasznos is? Tehát azt mondja, hogy nem annyira érdeklik a részletek, hogy elfogadhatóak a kivételek, a mentesülők köre, vagy nem elfogadhatóak, nem érdekli, hogy mi marad ki, és nem mi nem azt mondom, marad hogy ki. Nem érdekelnek a részletek, azt mondom, hogy nem ez a lényeg. Valóban fontos, hogy akkor beszámítsuk azt, hogy például a egyetemi képzés mellett dolgozik-e valaki, PhD-hoz beszámítanak-e ezek a dolgok, ezek mind fontosak, de hogyha maga az a keret, amiben gondolkodunk, rossz, akkor miért menjünk bele a részletekbe? Én ezt próbálom elmondani. Értem, amit mond, végül is ez tényleg elég markánsan képviselte, hogy a részletek azok kevésbé fontosak, mint az egész. Milyen eszközük van az egésznek az eltüntetésére, felszámolására? Az eszközeink továbbra is ugyanazok, felhívjuk a figyelmet, megpróbáljuk, hogy a kormány minden érintettel próbáljon megtárgyalni, hiszen rengeteg oktató, hallgató és szülő is érintett ebben a kérdésben. Szövetségeseket keresnek? Oktatással foglalkozó szervezetekkel mindig is együttműködtünk, akár az oktatói hálózatra, vagy a pedagógusok demokratikus szakszervezetére vonatkozóan, a HÖOK-kal és a Magyar Rektori Konferenciával is tárgyaltunk. Szélesebb bázist próbálnak tehát építeni arra, hogy mindezt visszacsinálják, vagy esetleg a békés polgári engedetlenség eszközeivel újraélnek, amelynek szerintem a kettő nem zárja ki egymást, tehát mindenképpen szeretnénk egy sokkal szélesebb bázist megszólítani, hiszen maga az oktatás egy egész társadalomnak az ügye, nem korlátozódik egy szűk rétegre, akárhogy is próbáljuk ezt beállítani. Ez mindenkire vonatkozik, és szeretnénk mindenkit megszólítani. Viszont ahhoz, hogy a kormányzatra is nyomást gyakoroljunk, és a figyelmet fenntartsuk ezen a kérdéskörön, ahhoz szükség van figyelemfelkeltő akciókra, akár polgári engedetlenségre is. Vannak már konkrét tervek? Konkrét tervekről még nem tudok beszámolni a közeljövőben. Ezek nem is olyan típusú akciók, amiket konkrétan előre beszoktak jelenteni. Általában. De akkor készülnek? Készülünk, és dolgozunk továbbra is. Találtak olyan új szövetségest mostanában, akit eddig nem sorolhattak abba a táborba, aki önöket aktívan támogatja, maximum passzívan? Akár gondolok itt például rengeteg oktató, és mire gondol? Például arra, hogy most rengeteg szülő elégedetlen az általános iskolai beiratkozásokkal kapcsolatban. Tehát olyan emberek is elkezdenek figyelni az oktatás, közoktatás és a felsőoktatás ügyeire is akár, akik eddig maximum félfüllel hallgatták. Ennek nagyon örülök, és nagyon remélem, hogy egyre többen lesznek. Minket konkrétan így még nem kerestek meg, ugyebár ezek nem is szervezetek, nem csoportok, hanem maga az egyén is lényeg, hogy minél többen figyeljenek erre a kérdésre. Sok kérdés érkezett hozzánk még a középiskolai felvételükkel kapcsolatban, hogy vannak a pontszámítások, hogy lesznek a dolgok. Igyekszünk ezekre válaszolni, és igyekszünk mindenkivel tartani a kapcsolatot, akit ez érdekel. Tehát nem a részletek a lényeg, hanem az egész egybe. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Nagyon szívesen.